Tiszteletadás. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Szerencsen. Örök mozgásban. 12. alkalommal rendezték meg a táncos összejövetelt a Kulcsáranyika sportcsarnokban. Színes jelmezekbe bújtak az általános iskolások és az óvodások városunkban. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. A Nestlé Hungária Kft. Vezetőinek meghívását teljesítve a cég Szerencsi gyáregységében tartott kihelyezett testületi ülést a város önkormányzata. Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. Vezetője köszöntötte a megjelent képviselőket és tájékoztatást adott arról, hogy hamarosan új termékkel gazdagodik kínálatuk. Helén Kovalevszki, a Nestlé Diósgyőri és Szerencsi gyárának igazgatója elmondta, hogy a Szerencsi üzem fő profilja továbbra is a kakaó, illetve a kávégyártás. Szerencsen működik a Nestlé közép-kelet-európai régiójának érzékszervi vizsgáló központja az instant italporok kategóriában. 2015-ben 180 millió forintos beruházás révén új gyártósort alakította ki, ami 10%-os csomagoló kapacitás növekedést eredményezett és 100 munkahelyet is teremtett. A Nestlé egyre inkább bekapcsolódik a város civil életébe, nem véletlenül volt a tavalyi Csokoládé Fesztivál díszvendége, és megteremtették a duális képzés lehetőségét is. Szerencsi és környékbeli diákok találhatják meg a számításukat a Nestlé-ben a közeljövőben. Egy önkormányzati szervezésnek köszönhetően a közelmúltban 200 fiatal vett részt környékünkről egy gyárlátogatáson. Az is elhangzott, hogy a Nestlé kizárólagos finanszírozásnak köszönhetően ebben a tanévben is folytatódik a Gyerek-gyermekek egészsége program Szerencsen. A testületi ülés gyárlátogatással zárult. Szerencsen évről évre javul a közbiztonság és csökken a bűnelkövetések száma. Ehhez nagy segítséget nyújt a térfigyelő rendszer megfelelő működése, amit folyamatosan fejlesztenek városunkban. Emellett a lakosoknak is fontos szerepe van abban, hogy megelőzzék a bajt és elkerüljék, hogy vagyon elleni bűncselekmény áldozatává váljanak. A Szerencsi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint évről évre csökken a bűnelkövetések száma városunkban. Annak érdekében, hogy ez a kedvező tendencia fennmaradjon, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Az ingatlan betörésekkel kapcsolatban az volt a tapasztalat, hogy a betörők megfigyelték a lakástulajdonosok életvitelét, és ez alapján választották ki célpontjaikat. A közösségi oldalakra posztolt helyadatok nagy segítséget adnak a bűnelkövetőknek, de egy kint felejtett szemittároló edény is árulkodó lehet. Szeretném megemlíteni, hogy a nyomozás adatainkra támaszkodva tapasztaltuk azt, hogy volt olyan helyszínkiválasztás, ahol a szemétszállítás napjain az elkövetőink úgy választották ki a helyszíneket, hogy a kint lévő szemétároló edények alapján feltételezték azt, hogy a lakásban nem tartózkodik senki. Fontosnak tartjuk, ha erre egy kicsit odafigyelnek a lakosok, akkor elkerülhető az, hogy kár érje őket, vagy adott esetben egy ilyen elkövetői kör kiszemelje a lakásukat, és amit már az előbb is említettem, áldozattá váljanak ezek a személyek. A vagyonvédelemben nagyon hasznos lehet a távfelügyelet és kivonuló szolgálat igénybevétele, amit kamerarendszerrel is kiegészítenek, illetve az úgynevezett néma riasztók használata, amely egy SIM-kártya segítségével üzenetet küld a lakástulajdonos telefonjára a betörés tényéről, aki egyből intézkedni tud. Az időskorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma Szerencsén hasonlóan alakult, mint az elmúlt években. Őket elsősorban valamilyen csalás útján próbálják megkárosítani a bűnözők. Legyen meg ugyanaz az a fenntartás bennük, mint amit tapasztalunk, hogy 2018 évvel az, mert lényegesen kevesebb ügyben kellett eljárást kezdeményeznünk az ő sérelmükbe. Ha valaki oda megy és bármilyen közműszolgáltatóként próbálja meg feltüntetni magát, hogy azért jött, mert visszafizetés van, és 20 000 forintja van, de egyébként 9800 forint járna vissza. Ezeket kezeljék mindenféleképpen fenntartással. Egész nyugodtan ekkor is értesíthetik a 112-es hívószám segélyhívót, ki fognak menni a kollégáink, le fogják ellenőrizni, mennyire valós ez a közműszolgáltató általi visszafizetési szándék. Ebben a rohanó világban fontos, hogy figyeljünk egymásra és környezetünkre, hiszen ezzel is megelőzhetőek a bűncselekmények.
Ha tehát bármilyen gyanús szemét vagy autót látnak a lakosok, akkor írják fel a rendszámát és tájékoztassák a hatóságot a 112-es segélyhívó telefonszámon, vagy tárcsázzák a Szerencsi Rendőrkapitányság ügyeleti telefonszámát a 0647 563 345, itt pedig az 5920-as melléket kell tárcsázni. Hazánkban 2001 óta február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést és koszorúzást Szerencsen a gimnáziumban és az áldozatok emléktáblájánál. Eleinte csak a diktatúra ellenzői ellen léptek fel. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést február 25-én Szerencsen. A reggeli órákban a Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai és pedagógusai idézték fel a múlt eseményeit. De azok is a kommunizmus áldozatáival váltak, akiket saját hitük csalt kelepcébe, és mire rádöbbentek erre, már túlságosan súlyos árat fizettek érte. A tiszteletadás a Rákóczi út és Posta utca kereszteződésében lévő emléktáblánál folytatódott, ahol Nyíri Tibor polgármester osztotta meg gondolatait. Kiemelte, Magyarországon 1945-től a rendszerváltásig tartott a kommunista diktatúra, aminek közel 500 ezeren estek áldozatul hazánkban. A városvezető úgy fogalmazott, hogy ebben az időszakban a terror bárhol bárkire lecsaphatott, és a félelem uralkodott. Hangsúlyozta, azért kell emlékeznünk, hogy méltóak legyünk történelmi nagyjainkhoz és 1956 hőseihez, akik az életüket adták azért, hogy a magyar nép megmaradjon. Két éven keresztül egy csodának volt részese az ország, amikor az önkényuralmat, a megaláztatást, a nélkülözést és a sárbatiprást mindenki lerázta magáról, Budapesttől Szerencsig és az ország minden nagyobb és kisebb településén. Természetesen a túlerő az győzött. Leverték, de 56. november 4-e után már soha nem lehetett az a hatalom, ami előtte volt. Ezt követően Nagy József szavalta el Gyóni Géza Csak egy éjszakára című művét, majd a megemlékezés zárásaként mécseseket gyújtottak, és koszorút helyeztek el az áldozatok emléktáblájánál. Az elmúlt évben elvégzett feladatokról és az idei költségvetésről is szó volt a Szerencsi Horgász Egyesület éves közgyűlésén a múlt hétvégén. Honfi László elnök a horgászokat érintő jogszabályi változásokról is beszámolt. Évértékelő közgyűlést tartott a Szerencsi Horgász Egyesület február 24-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola aulájában. Az eseményt Honfi László, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, majd a Szerencsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezető helyettese ismertette a horgászokat érintő szabálysértési változásokat és a halőri tevékenység jogállásait. Nyíri Tibor polgármester is szólt a megjelentekhez. Beszédében kiemelte a hűtőtavakba történő haltelepítés lehetőségét. Én úgy gondolom, hogy az ülepítőtavak viszont oda nem fog menni sétálni senki, meg se csónakázni. Ha azt meg tudjátok kapni, akkor mindenkinek meg lesz az az öröme. Szerencsi Horgász Egyesület szemszögéből nézve, Szerencspatak, homokos, ülepítőtavak, ha ezzel ez sikerül a mondjuk egy, maximum két év múlva tökéletesen működtetni, én azt hiszem, hogy akkor mindenki elégedett lehet. Az összejövetelen a felügyelőbizottság elnökének választották Petrovicsné Fülöp Szilviát, Nagy Lajos lemondásával pedig új horgászmestert választott a közgyűlés Kovács Gábor személyében. Az esemény zárásaként a Szerencsi Horgász Egyesület elnöke Honfi László felhívta a figyelmet az új plastikkártya regisztrációjára, és mindenkit arra buzdított, hogy még a szezon kezdete előtt intézze el regisztrációját. Én szeretném felhívni minden egyes horgász figyelmét most itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy jöjjön, regisztráljon, mert a nyári horgászat lehet, hogy akkor fog csúszni. Ez azt jelenti, hogy aki nem regisztrál, eljön regisztrálni, még nem válik élővé a státusza, nem válthat állami jegyet, és ez egy körülbelül egy hét. Tehát ne várja meg senki a nyarat, mert hirtelen nem fog horgászigazolványhoz jutni. A programon értékelték az elmúlt év költségvetését is. Elhangzott, hogy a tavaly esztendőre a takarékosság volt a jellemző, majd az idei év várható költségvetését is megvitatták a horgászok. Ennek megfelelően a közgyűlés egyhangulag megszavazta a 2019-es év közel 3,5 millió forintos költségvetési tervezetét. Ebben az évben is megrendezték az Örök Mozgásban táncestet, melyen Szerencsi és környékbeli táncosok léptek fel.
Az idén újra a tánccsoport aktív tagjaként vett részt Fila Tímea, akinek tavaly egy súlyos baleset után le kellett mondani a táncról. A közönség különféle táncstílus láthatott, többek között latin, pop, hip-hop, diszkó, jazz, modern és show táncokat. Látványos nyitótánccal kezdődött a 12. alkalommal megrendezett örökmozgásban táncest február 23-án a Kulcsáranita sportcsarnokban. A rendezvényt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta a tánccsoportok jelentőségét. Nyíri Tibor polgármester is szólt a megjelentekhez, aki kiemelte a sport és a mozgás fontosságát, majd dr. Szemán Ákos taktaharkányi polgármester mondott köszönetet a táncosok és a szervezők fáradhatatlan munkájáért. Eseményen 215 táncos lépett fel 18 csoportban, különféle tánc stílusban. Kovács Anna Mária, Cini és tanítványai változatos koreográfiákkal várták az érdeklődőket. A szerencsi tánccsoport életében nagy szerepet töltött be Fila Tímea, akinek tavalyi balesetét követően le kellett mondania a táncról. Idén azonban elhatározta, hogy visszatér egykori csapatához, melyben közel 17 évig táncolt. Történt egy sajnálatos baleset ugye a munkámból adódóan, és akkor a táncosaim egy tavaly egy hatalmas nagy meglepetéssel készültek nekem, és én ezután azt gondoltam, hogy mint az időm, mint energiám, ahogy engedi, én visszatérnék a tánccsoportomra, és hát törekedtünk arra, hogy ezt a koreográfiát mi folytassuk, és nagyon sok nehézséggel, de úgy néz ki, hogy készen állunk ezzel a szombati alkalomra. A Szerencsi Szikra Tánciskola és a Sprite Dance Club idén is készült egy új produkcióval, ami a Fila Tímea tragikus balesetét követő időszakot dolgozza fel. Mint minden évben van valami új produkció, ez most jelen esetben mind a nagyobbaknak, mind a kisebbeknek az új koreográfiákat jelenti, illetve ami az esten úgymond egy mérvadó produkció, az a Törés című koreográfia, ami Fila Tímeának a történetéről szól. Minden évben megrendezett táncest célja, hogy a gyerekek és a szülők visszacsatolást kapjanak a korábban megtanult koreográfiákról, valamint hogy összefogja a települések tánccsoportjait. Farsangi ünnepségeket tartottak kicsik és nagyok városszerte az elmúlt hetekben. A nevelési és az oktatási intézményekben színes maskarákba bújtak a gyerekek, de a vicces jelmezek a mozgáskorlátozottak egyesületénél és a nyugdíjas klubok körében is népszerűek voltak. Farsangi ünnepségeket tartottak Szerencsén február végén. Ennek megfelelően a gyárkerti óvodába járó gyerekek is színes jelmezekbe bújtak. A mókás és kreatív öltözékek között népszerű volt a pókember, valamint a hercegnő jelmez. A rendezvényen Bobó és Karcsi bácsi szórakoztatta az óvodásokat. Igazi boszorkány vagy csak egyelőre ilyen műboszorkány? Műboszorkány. Ha lesz egy férjed, akkor igazi. Ez egy hagyomány már a két csoportnak, mi mindig együtt tartjuk ezt az ünnepet is, és fánkevészet, interaktív műsor, egy állandó fellépő vendégünk van, Bobóéknak hívják őket, ez évtizedekre visszanyúló kapcsolat, gyerekközpontú, és a gyerekek és a szülők is nagyon élvezik. A napsugáróvodában a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódva kiszebábot égettek, valamint télőző dalokat és verseket kántáltak a gyerekek, így várva a tavasz eljövetelét.
A város két általános iskolájában is megtartották a farsangi ünnepségeket február 22-én. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a gyerekek egyénileg és csoportosan is bemutatták jelmezüket, melyek között megtalálható volt a 101 kiskutya, M&M's csoki golyók, de volt olyan osztály, akik Spiney-nak, illetve katonáknak öltöztek be. Minek öltöztél az idei farsangon? 101 kiskutyára. És miért pont ennek ezt választottad? Mert Réka néni azt kérte, hogy az összes osztály az legyen. A Bólyai János Katolikus Általános Iskolában az alsó tagozatos diákok farsangi mulatságát rendezték meg. Az esemény nyitányaként műsort adtak az iskola nép- és modern tánc csoportjai, a tanári kar pedig bodrogközi táncokkal szórakoztatta a résztvevőket. Ezt követően a diákok egyénileg és csoportosan vonultak fel, hogy megmutassák színes maskaráikat a zsűrinek. Volt hercegnő, cowboy, de gáztűzhely is. Akadt olyan gyermek, aki több jelmezt is öltött a délután folyamán. Négyszer öltöztem be, táncoltam a néptáncosokkal, a modern táncosokkal, hogy jobb hangulatot teremtsünk, meg hogy még egyénileg gáztűzhelynek öltöztem be, ahol a húsleves rotyogott, és még az osztállyal pedig arab karaván voltunk. A Hegyalja kapuja mozgáskorlátozottak egyesületének tagjai, valamint a város nyugdíjas klubjainak körében is rendkívül népszerű volt a jelmezbál, melynek során színes állarcokat és jelmezt viseltek a résztvevők. A rendezvény zárásaként élőzene szórakoztatta a megjelenteket. Az intézmény megismertetése volt a célja annak a rendezvénynek, melyre helyi óvodásokat vártak február 22-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A program során a gyárkerti és a napsugár óvodába járó gyermekek betekintést nyerhettek az általános iskola mindennapjaiba, emellett táncház várta az óvodásokat. Iskolacsalogató és télűző összejövetel tartottak február 22-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, amelyre a város mindkét óvodájából érkeztek gyerekek. A rendezvényen Csider Andorné igazgatóhelyettes köszöntötte a nagy csoportosokat, majd bemutatkozott az iskola néptánc csoportja a leendő két első osztályos Visóczki Zsanát és Molnár Ágnes pedagógusokkal kiegészülve. A Katolikus Általános Iskola két tanítójának elmondása szerint rendkívül fontos az intézmény számára, hogy a gyerekek és szüleik megismerjék az iskolát és megbarátkozzanak a leendő tanítójukkal. Iskolánkban már hagyomány, hogy minden éven farsangkor áthívjuk a leendő első osztályos gyerekeket, egy fergeteges farsangi mulatsággal készültünk a gyerekeknek, ebben nagy segítségünkre volt iskolánk néptánc csoportja, és egy kisebb táncházzal kedveskedtünk, ahol a gyerekek körjátékban vehettek részt. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola többféle lehetőséget kínál a gyerekeknek a tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt. Énekkarunk is nagyon jelentősen növekedett az idei évben, és felső tagozatban már lehetőség van az irodalmi színpadra is a gyerekeknek. Első évfolyamtól beindult a nyelvoktatás, és szeptembertől heti 2 órában lehet választani angol, illetve német nyelvet, valamint a kosárpalánta oktatás is elkezdődött. Az esemény végén közös kiszebábégetésre invitálták a résztvevőket, ezzel is jelezve közeleg a tavasz. Zenés, táncos összejövetel tartottak a végzős tanulók február 22-én a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. Az eseményen énekes előadással készültek a gimnáziumi diákokból álló együttesek, melyet az évfélig tartó mulatozás követett. A gimnázium minden évben két alkalommal szervez összejövetelt, decemberben az újonnan érkező diákok számára a gólyabát, februárban pedig a végzős diákok számára rendeznek táncmulatságot. Molnár Gergő, a diák önkormányzat vezetője elmondta, hogy a már hagyománnyá vált összejövetelt célja, hogy az iskola diákjait és pedagógusait közelebb hozzák egymáshoz egy kulturált szórakozás keretében. Ilyenkor összegyűlik az iskola diákságának nagy része, együtt szórakoznak, beszélgetnek, kikapcsolódnak a mindennapi életből, és úgy gondolom, hogy ennek az egésznek nagyon jó összetartó ereje van, hiszen ilyenkor fiúk, lányok, kicsik, nagyok együtt tudnak kötetlenül beszélgetni, szórakozni, táncolni.
Immáron hetedik alkalommal tartott zenés-táncos összejövetelt a Szerencsi Görögkatolikus Hitközösség február 23-án a Rákóczi Várszínház termében. Az esemény Csajoszki Szabolcs görögkatolikus parókus nyitotta meg, majd az est hátra lévő részében a hajnali néptánc együttes műsora szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvény célja a görögkatolikus egyházközösség összekovácsolása. A Nemzeti Bajnokság soron következő mérkőzéseit hazai környezetben játszották a Szerencs VSE asztali tenisz szakosztályának tagjai február 24-én. Az MB2-es csapatunk elsöprő 16-2 arányú győzelmet aratott Szentendre gárdája fölött. Lehocki Gábor és Tadler Tamás 4-4, míg Macsuga József és Korály Tibor 3-3 győzelemmel járult hozzá a nagy arányú sikerhez, ezen felül mindkét kettősű megnyerte a páros mérkőzést is. Az MB3-as csapatunk a Füzesabonyi Együttest fogadta, és a szerencsieknek sikerült 11-7 arányban diadalmaskodni. Lihongyang 4, Köllő Ábel 3, Köllő András 2, Zeller Gábor pedig egy győzelemmel járult hozzá a sikerhez. A Lihongyang-Köllő András alkotta kettősnek sikerült a páros mérkőzést is megnyernie, adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető. Ez volt a Híradó március 1-én. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalon. Friss híreinket megtalálják Facebook oldalunkon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra is. A Híradót készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!